kockázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádión Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással. Ács Gábor rátalált a hallgató közönségre, ugyanis régi álma teljesült, miután a hallgatók közösen kiderítették, hogy egyszer az életben ő mit evett Japánban, Okonomiyaki nevűnek hív, vagy nevű volt ez az étel, bár megosztanak a vélemények, most már néhány szavazatot kapott a Tamagoyaki nevű fogás. Jó, is. Mindkettőt lecsekkolom, a Okonomiyakit már nézegetem, azt már látom, hogy Budapesten is lehet kapni, van Rádai utcában van egy hely, úgyhogy ez biztos, hogy ki fogom próbálni, és akkor majd rájövök, hogy melyik volt, de még a köszönöm szépen a segítséget, még akkor a másiknak is utána nézek, és tényleg örülök, hogy megírtátok. Köszi még egyszer, ki fogom őket próbálni, megmondom, melyik volt az, amit ott ettünk, és olyan emlékezetes volt a szakában. Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a Takarékbank. No, hát a földárakról fogunk beszélgetni, mert hogy egy kicsit megnézzük azt, hogy a tavalyi év milyen volt a földpiacon. Molnár Zsolt lesz ebben a segítségünkre, a Takarék Index projekt vezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatókat is. Azt szoktuk mondani, hogy a föld abból a szempontból nagyon jó befektetés, hogy sohasem csökken az ára, hanem mindig lassú, de biztos emelkedés van. Így volt ez 2020-ban is? Mert most ugye még a 2021-es adatok nincsenek meg, ezért az teljes lezárt évet nézzük, a 2020-ast. Igen, a 2021-es adatok azok még nem teljes mértékben állnak rendelkezésre, ezért a 2020-ról tudok beszámolni. Igen, természetesen 2020-ban is nőttek a termőföldárak, ez a növekedés ez 6,6%-os volt, és megelőzi az előző éves árakat, ami 5,7%. Uh-huh. Bár a korábbi évek jellemző árnövekedése alatt van egy kicsivel, az 8-10% volt, de ugye a figyelembe véve a járványügyi helyzetet, ez a 6,6% ez egy jó árnövekedésnek mondható. Egyébként azt beszéltük mi is a műsorban nagyon sokszor, hogy a pandémia egy kicsit megakasztotta az ingatlan piacot, nem nagyon mentek az emberek lakásvenni, aztán elemi erővel támad fel újra ez a lakásvásárlási hullám. A földpiacra is hatott a pandémia 2020-ban? A földpiac az egy kicsit másképp működik, mint a normál ingatlanpiac. Itt én azt mondanám, hogy tranzakciószámok tekintetében sem látunk jelentős változás, sem csökkenésben, sem növekedésben. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy elég kiegyensúlyozott piac, a termőföldpiac. Vegyük különböző művelési ágak szerint szét az árakat. Ugye a legértékesebb termőföld típus az a szántó. Ezeknek az ára az átlagosnál jobban emelkedett, vagy kevésbé? Egy nagyon picit jobban emelkedett, mint az átlag. 6,8%-os emelkedés volt, és ugye itt a változást az régió, megye és járás szinten vizsgáljuk. Azt lehet mondani, hogy régió szinten a minden régióban nőttek a termőföldárak, legkisebb mérték az 3% volt, és az a legnagyobb mérték az 12,5% volt. 12,5%, az remek. Hol vannak az ország legjobb szántói, hol pörög a legjobban a piac? A legjobb szántók azok természetesen az alföldi régióban vannak. Itt átlagosan 1,7 millió forintért lehetett egy hektár
földet venni, szemben a 2019-es 1,6 millió forinttal. Ahol nem olyan jó minőségűek a szántók, ugye erre szokták most a hallgatók kedvéért mondom az aranykorona értéket bevezetni, hogy a termőföld minőségét megmutassa, azokon értelemszerűen jóval alacsonyabbak az árak is, gondolom. Igen, természetesen az árak azok jelentős mértékben függnek attól, hogy milyen a földnek a minősége. 2020-ban is Hajdú-Bihar megye volt a legdrágább terület, ott 2,25 millió forintba került egy hektárnyi szántó. Nagyon magas értékeket mértünk még Békés és Tolna megyében, ott is 2 millió forint fölött volt, és hát ahol rosszabb minőségű szántóterületek vannak, ez Borsodabony és Nógrád megye, ott ilyen 1 millió forint körüli áron lehet jelenleg szántóterületet vásárolni. Egyébként maga a földpiac az egy turbulens valami? Vagy aki megszerez egy jó területet, az űr rajta és nem igen adja el. Hát ezeket a számokat hallva botorság is lenne eladni egy-egy jó területet. Igen, hát azt lehet mondani, hogy hogyha valaki megszerez egy jó területet, akkor természetesen ezt hosszú távon művelni kívánja. Ebből következőleg abban az esetben, hogyha piacra kerülnének olyan nagy területek, amelyek jelenleg egybefüggő és jó minőségű területek, akkor nyilván ezek az árak ezek jelentősen nőnének. Azt lehet mondani, hogy a gazdák arra törekednek, hogy próbálnak minél több területet jó helyen megvásárolni, és ha egy ilyet sikerült megvenniük, akkor ezt hosszú távon üzemeltetik. A generációváltás az mennyire pörgetheti a piacot, hiszen hogyha valamelyik gazda kiöregszik és nincs utánpótlás, akkor általában piacra dobja, vagy ezt azért igyekeznek megoldani? Hogy a birtok hát valahol a nevükön maradjon, ha a gazdaságot mondjuk el is adják. Igen, hát általában az a jellemző, hogy a nagy területek azok nem cserélnek gazdák, tehát ezek a földforgalmi jellemzők, amikről beszélünk, ezek inkább kisebb területeknek a megvásárlását jelentik. Aha. Nézzük meg az egyéb művelési ágakat is. Mely művelési ágba tartozó területek kellendőek még a szántókon kívül? Hát ha megnézzük az egyéb művelési ágakat, akkor ugye beszéltük, hogy a szántó területeknél volt a legnagyobb áremelkedés, 6,8%, második helyen a erdők és a fásított területek következnek 6,4%-os növekedéssel, aztán jönnek a gyümölcsösök 5,1, és a gyepréd legelő területek azok egy 4,5%-os árnövekedést produkáltak. A tavaly évben és már a tavaly előtti évben is minimális negatív korrekció történt a szőlők tekintetében. A tavaly évben ez 2,9%-os csökkenést jelentett, de itt mindenképpen hozzá szeretném tenni ugyanazt, amiről már az előbb is beszéltünk, hogy jellemzően nem a nagy és jó helyen levő szőlőterületek cseréltek ebben az időszakban gazdák, hanem viszonylag pici területek, kiöregedett területek, és nyilván ez okozhatta azt, hogy árcsökkenés volt a szőlők tekintetében. Egyébként szőlő vagy gyümölcsös tekintetében hol pörög a leginkább a piac? Hol vannak elég markáns árak? A gyümölcsösök ára volt a 2020-ban átlagosan a legdrágább, ez 1,85 millió forintot jelent hektáronként. Második helyen állnak a szőlők 1,71 millió forintos áron, és ezt követik a szántók az 1,7 millió forintos átlagárral. És hát jellemzően, ugye, mivel a minőségét tekintve a termőföldeknek a talajértéke a gyepréd legelő és az erdők területében a legalacsonyabb, ott ilyen 1 millió forint körüli árakat mértünk az elmúlt évben. Aha. 2022-t írunk, és már beszélgetés elején rögzítettük, hogy a 2021-es árakról ma még biztosat nem lehet tudni, de trendek, tendenciák talán már kirajzolódtak 2021-ről. Van markáns változás a földpiacon így első blikra konkrét árak nélkül? Nincs.
Nincs. Uh-huh. Nagyjából az árnövekedés az hasonló szinten várható kép a 2021-es adatok feldolgozása után is, mint amit 2020-ban mértünk. Jó, nagyon szépen köszönjük, nagyon remek összefoglaló volt, aki ebben a, vagy ezen a piacon érdekelt, azt szerintem hasznos ismeretekkel gazdagodhat, mert nem csak olyanok érdekeltek a földpiacon furcsa módon, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, mert elvált itt a tevékenység sok helyütt a földtulajdonlástól, úgyhogy ez egy ilyen kis külön érdekesség volt. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Köszönöm szépen én is. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Viszont hallásra. Molnár Zsolttal, a Takarékindex projekt vezetőjével vitattuk meg, hogy 2020-ban hogyan alakultak az árak a termőföld piacon. Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyafjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát. A rovat támogatója a Takarékbank. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik. No, akkor a játék kérdése a következő. Mi Ausztrália második legnagyobb városa, és amíg gondolkoznak a hallgatók, addig elmondom, hogy a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Papp László Budapest Sportarénában májusban megrendezendő Dead Can Dance koncertre. Az esemény szervező Encore Production Kft. Jóvoltából. A héten bármikor lehet megfejtést beküldeni, akik helyesen válaszolnak, pénteken kisorsolunk közülük egy koncerttel kapcsolatos ajándékcsomagot. Mai kérdésünk tehát, megismétlem, mi Ausztrália második legnagyobb városa? Mondok három lehetséges választ. A. Brisbane, B. Perth, C. Melbourne. A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Kaz.